másfél éves küzdelem. Az elején sokan nem gondolták, sőt azt hitték, hogy pusztán PR akció az, hogy jogot szeretnénk Magyarország döntő többségének arra, hogy véleményt mondjon a saját életét érintő kérdésekről. A mai nap a kúria döntésével egy csatát megnyertünk. Nem magunknak, hanem a magyar népnek. Azt, hogy legyen joga és lehetősége elmondani a véleményét mindarról, ami az elmúlt 5 év Magyarországán történt. A kúria döntése azt jelenti, hogy van még remény, van még néhány sziget, ahol a jogállamnak a csíráit igyekeznek megőrizni. Senki nem gondolta volna az elmúlt hetekben, hogy a kúria ilyen döntésre jut. De nem is juthatott más döntésre, hiszen ma a jogász társadalom, a hétköznapi választópolgár az információk ismeretében pontosan tudta, hogy törvénytelenség történt február 23-án. Éppen ezért az megnyugtató, ha a Fidesz szóvivője úgy nyilatkozik, hogy tiszteletben tartja a kúria döntését. Azt kérjük tőlük, hogy ne gondolkozzanak további jogi csűrcsavaráson, hagyják, hogy a nép elmondja a véleményt róluk, és azt tartsák tiszteletben. A vasárnapi boltzár elleni népszavazási kezdeményezéssel és a másik két népszavazási kezdeményezéssel, a föld állami tulajdonban tartásával és a bérplafon kérdésével valójában létrejött a 3 igenes népszavazás a Fidesz elleni népszavazás eszközeként. Ez az aláírásgyűjtés tehát úgymond egyesül a másik két kérdéssel, a Magyar Szocialista Párt támogatói és a független képviselő által megfogalmazott kérdés együttesen vesz részt a következő hetek, hónapok munkájában az aláírásgyűjtés keretében a fővárosban és mind a 106 választókerületben. Eljött az ideje annak, hogy ma már kimondhatjuk, hogy minden esély megvan arra, hogy a nép véleményt mondjon a kormányáról. Viszont odáig eljutni még van egy közbűső állomás. Össze kell gyűjteni 200 ezer ajánlást minden egyes kérdésre. Ez a következő kihívása a Magyar Szocialista Pártnak és az őket támogatóknak, hogy határidőre akár ennek a többszörösével képes legyen igazolni, hogy visszavonhatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül dönteni szeretnének a saját sorsukat érintő kérdésről. Én köszönöm mindenkinek, aki eddig kitartott és hitt abban, hogy nem egy konkrét kérdés, hanem a jog az, ami érdekes ebben a témában. Számos más kérdést is föl lehetne tenni, ami foglalkoztatja ma Magyarországot. De először arra kell precedens teremteni, hogy sokkal jobb az igazságért küzdeni, mint a hatalomhoz görcsösen ragaszkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy mi történt 2016. február 23-án, a Fekete Kedden. A kúria döntését megköszönjük, de felhívjuk az eljáró nyomozó hatóságok figyelmét törvényi kötelezettségeikre. A magyar rendőrségét, az ügyészségét és az alkotmányvédelmi hivatalét. Tegyék a dolgukat, és amennyiben a nyomozás érdekeire ez nincs kihatással, egy kicsit lehetnének azért transzparensebbek is. Semmit nem tudunk erről az ügyről azóta, hogy engem tanúként meghallgattak. Azt kérem, de nyomatékosan kérem, és nem használok erősebb szót, hogy álljanak ki azzal, hogy éppen hol tart a nyomozás, meghallgatták-e azokat az urakat, és azt a hölgyet, aki február 23-án részt vett egy bűncselekmény elkövetésébe. Nem bújjanak névtelenségek mögé, hiszen a független magyar sajtó majdnem teljes egészébe kiderítette a személyeknek a nevét, kilétét, honnan jöttek, mit csináltak, hol dolgoztak. És valóban nem sokkal a kúria döntése után felhívtam Gőgő Zoltán barátomat és Kész Zoltán urat. Egyeztettünk. Egy pulton 3 kérdést fogunk a választópolgárok elé terjeszteni. Ez arról a valódi Magyarországról szól, amelybe szeretnénk élni. Össze fogjuk gyűjteni a szükséges számú aláírást,
és legkésőbb június 3-áig ezeket be fogjuk nyújtani az illetékes szerveknek. Nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, köszönöm mindenkinek. Azt gondolom, hogy helyén kell értékelni a mai napot és a mai győzelmet vagy sikert. Ezzel együtt sok kis győzelemre, sok sikerre van még arra szükség, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét leváltsuk.